A Díszmadár Barátok Székesfehérvári Egyesülete idén 29. alkalommal rendezte meg hagyományos kiállítását a Vokevörös Marti Mihály Művelődési Házban. A tárlaton 26 tenyésztő, 300 madarát tekintették meg az érdeklődők. Bemutatkoztak azok a tenyésztők, akik főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkoznak, érintve a világ minden táját. Ami eddig még nem volt és újdonság, hogy idén hoztak először díszfűrjeket is, tehát ilyen kaliforniai copos fűr, virginiai fűr, amik eddig még nem voltak, illetve szövőmadarakat, amiket szintén elég ritkán lehet látni kiállításokon. A hagyományos ünnepi hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé, hiszen Székesfehérvár számára is kiemelten fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése. Ezért is üdvözlendő, hogy a díszmadártenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. A magyar díszmadártenyésztés egyre talán azt tudom mondani, hogy előrébb helyeződik, mert hála Isten vannak fiatal tagok a mi egyesületünkbe is, és más egyesületekbe is, akik most már nem csak hobbi szinten tartják a madarakat, hanem elkezdték a nemzetközi kiállításra vinni a papagájékat. A mi egyik tagunk is most volt Csehországban egy nemzetközi kiállítás, ahol elég szép eredményeket ért el. Öregbítve nekünk is így jó az egyesület hírnevét, illetve akár a város hírnevét is. A nagymúltú egyesület számára a kiállítás kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy bemutassák kedvenceiket és megerősítsék azt a fajta elkötelezett tenyésztői attitűdöt, amelynek mentén egyre inkább hozzásegíti az egyesületet, hogy minél szélesebb körben megismertessék munkájukkal az embereket.